Megszerezte első gólját Vadóc Krisztián a hongkongi élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. Csapata a Kicsi SC jelenleg a tabella második helyén áll. A magyar középpályás január közepétől az idény végéig, vagyis május elejéig szerződött az ázsiai együtteshez. Őt kapcsoljuk most egyenesen Ázsiából. Szia Krisztián, hallasz minket? Szia, jó reggelt, igen, nagyon jól. Hát gratulálunk ehhez a gólhoz. Azt hiszem, hogy te jobban vártad, mint az egyesület tagjai. Így van, azért mindig egy kis egyéni célkitűzés, hogy ahol szereplek, ott azért egy gólt is tudjak rúgni. Most hál' Istennek ez megtörtént. Hát ez a hátránya, hogyha az ember mindig új csapatban találja magát, hogy mindig meg kell rúgni azt a bizonyos első gólt, de hál' Istennek azért mellette sikerült még többet rúgni, tehát biztos volt a győzelmünk hétvégén. Hogyan sikerült beilleszkedned? Azért te ázsia specialista vagy, ha lehet ezt így mondani. Hát inkább beilleszked specialista lennék, hiszen az utóbbi időben az jó pár új öltözőbe kellett belépnem. Hál' Istennek itt se volt azért gond. Tehát az idők során azért sikerült olyan jellemvonásokra szert tennem, hogy ez ne okozzon gondot. És hát nyilván a legegyszerűbb, hogyha az ember jó játékosként mutatkozik be, mert akkor könnyebben elfogadják. Hál' Istennek jól megy a szekerünk eddig. Hogyan fogadtak a társak? Milyen együtt dolgozni velük? Hál' Istennek van pár spanyol játékosunk, van pár brazil játékosunk is, pár kettős nemzetiséggel rendelkező játékosunk is, tehát akik itt születtek Hongkongba, de Európában nőttek fel, és utána visszatértek, tehát azért sok hasonló kultúrájú ember is tagja a csapatnak, mint én, ez azért nagyban megkönnyítette a beilleszkedésemet, és nyilván hát a futballpályán azért könnyebben föl tudnak oldódni ezek a gátak, amik ugye a hétköznapi életben azért sokkal nehezebb a beilleszkedés egy bárkinek is. Ugye azt néztem, hogy a csapatban 3 brazil, 3 spanyol, 2 kínai, 1 ausztrál, 1 dél-koreai, és ugye te magyar versenyzőként, magyar focistaként vagy ott. Milyen ez a bajnokság? Mennyire engedik a légiósok játékát, és erősségben, ha esetleg hasonlítani lehet, akkor mihez hasonlítanád? Szabályozva van a légiósok szerepeltetése. Csapatonként 6 darab légiós lehet, és a mérkőzésen azt hiszem 4 vagy 5-en lehetünk pályán, ugye ázsiai játékosokkal egyetemben. Nálunk viszont rengeteg az ilyen kettős állampolgársággal rendelkező játékos, éppen ezért még több külföldi van, mint a többi csapatban. A bajnokság színvonalát tekintve, így az elmúlt, hát ugye 4-5 mérkőzésen szerepeltem, ott jól látszódott, hogy az utolsó csapatok azok nem annyira ütik meg a nyugat-európai standardet, egy átlag színvonalat nehezen ütik meg, viszont a bajnokság eleje ott elég küzdelmes, hát ahogy az előbb is mondtad, sajnos egy meccsre kevesebbet játszottunk, és 6 pont a hátrányunk, viszont hogyha a hátralévő 5 mérkőzésünket megnyerjük, akkor biztosan bajnokok vagyunk, tehát izgalmas hónap elé nézünk. Mi az, amit látsz, hogy te tudsz hozzátenni a csapathoz? Mi az az erényed, mi az a tudásod, ami itt nagyon jól jön? Hát a hírem, hál' Istennek, elég jó volt, mielőtt megérkeztem. Még jobb, hogy nem sikerült ezt elrontanom. Igazából hát a pálya közepén ugye irányítani a csapatot, nyilván koordinálni, hogy hogyan védekezzünk, illetve támadásoknál ugye
hál' Istennek a labdával sincsen gondom, és hát a jó passzokkal kiszolgálni a támadósort. Hál' Istennek az utóbbi időben már most ugye 5-1-re nyertünk, azelőtt 4-1-re nyertünk, tehát azért elő tudjuk hozni azt a fajta dominanciát, amit a klubunkban elvárnak tőlünk. Tehát nyilván ugye a pályán a legnehezebb mindig azt alkotni, amire itt predesztinálják a csapatot. És hogy egy kicsit arról beszélgettünk, hogy milyen az élet ott, akkor milyen neked így beilleszkedni? Mennyire érdekes, vagy mennyire van alkalmad azzal, arra, hogy egy kicsit ezzel a kultúrával ismerkedjél? Hál' Istennek van lehetőség körbenézni a környéken. Hát abszolút élhető város, ugye óriás város, szóval nagyon jól működnek a dolgok. Így azért könnyű, hogy a klub az kb. Mindenben segítette a letelepedésemet, és nekem nem is kellett nagyon sok mindennel foglalkoznom azzal, hogy jól játszak, hogy bebizonyítsam, hogy miért szerződtettek le, és hát akkor nyilván a mérkőzések másnapján az ember akkor önfeledten tud kikapcsolódni itt a városban, bebarangolhatja, főleg, hogyha győzött a csapat, mert hogyha ugye vereség van, akkor nincs kedve semmihez. Hát ez szerintem mindenhol így van, nem kell ezért Hongkongban élni. Amikor Hongkong mellett döntöttél egyébként, akkor mi volt az, ami miatt ide tetted le a voksodat? Ugye több csapat is keresett téged, több lehetőséged is lett volna. Igen. Hát nyilván ugye a téli piac az mindig egy kicsivel nehezebb, mivel a helyek nagyjából be vannak telve, és igazából a kicsi jött, látott, és elsöpört mindent, tehát ők hívogattak, nagyon, nagyon akartak, mondták, hogy ugye bajnokságért játszhatok itt, az ázsiai BL-ben játszhatok itt, illetve hát kupákat nyerhetünk, tehát ugye játékosként az ember azért minél több mindent szeretne nyerni. Nekem volt egy ilyen lehetőségem, hogy jöhetek, hál' Istennek nem kellett azzal foglalkoznom, hogy akkor most alapozás van, hanem nem is tudom, rögtön megérkeztem, edzettem 4-5 napot, és rögtön már kupadöntőt játszhattam, amit meg is nyertünk, tehát hát úgy érkeztem meg, amikor éppen aratás volt, tehát a kemény munkát elvégezték a srácok, én pedig megérkeztem itt a fényből és a pompával. Hát, hogyha már fényről és pompáról beszélsz, akkor icipicit térjünk át a válogatottra, ugye pompában úszott az EB alatt a magyar válogatott. Mennyire figyeled őket, hiszen pont most Portugália ellen készülnek, és te játszottál a válogatottban a portugálok ellen. Mire számítasz, mi lehet most itt majd? Igen, hát sajnos csak így nagyon messziről figyelem a dolgokat, tehát hát igen. Ez úgy látszik fájó pont is neked, nem? Ez persze mindig fájó pont, amikor az ember egészséges és jól teljesít, akkor és a képességei is megvannak, akkor mindig várná, hogy részt vehessen ugye a magyar válogatott életében. Hát ez nekem most nem adatik meg. Ráadásul most a portugálok ellen ugye későn lesz a mérkőzés, tehát valószínűleg én éppen aludni fogok, tehát jobb lenne, ha nem így lenne. Az, hogy milyen esélyek lehetnek, azt inkább úgy írnám le, hogy bár a legutóbbi mérkőzésen nagyon jól játszottunk ellenük, meg összejött minden. Most azért más a feltétel. A portugálok azért nyilván nagyon esélyesek. Jó lenne ott lenni és szenvedni a portugálok ellen, de hát így igazából külső figyelőként azt tudom mondani, hogy nem egyszerű azért ellenük játszani, mivel ők a csoport favoritjai.
Ez így igaz. Krisztián, nagyon szépen köszönöm, hogy az edzés után a rendelkezésünkre álltál. Sok sikert kívánok neked, és még több gólt majd a hongkongi bajnokságban. Köszönöm szépen.